Különösen kiváló kezdem a lélekharang volt, csak a új év első napját jelezte, és az Európai Unió elnökségünk első napját, az elnököt nem köszönhetjük, így azok köszöntünk mindenkit, aki eljött a beszélő estjére, és a sajtó szabadságolásának első napja van ma, és ha minden igaz, akkor hát itt élőben tele kelt házban, viszont azt nem tudom, hogy a külső termekben lehet-e látni, hallani. A büfében lehet hallani? Jaj, köszönöm szépen, úgyis el fogja nyomni az önök beszélgetése az egészet, de nem baj. Azért mi megpróbálunk minden szerzőt arra kérek, hogy ilyen polbites stílusba beszéljen bele majd a mikrofonba, hogy mindenhol lehessen hallani, tehát félig kapja be. Bocsánatot kérek, olvastam persze éppen a friss hírekbe, hogy a médiahatóság azt mondja, hogy az ICT nem kosutlagos, de hát szóval ez se azért, úgyhogy tehát nem lesz semmi baj. Legalábbis remélem. Tehát akkor elkezdjük a beszélő estjét, és elsőnek szólítom a főszerkesztőt, nem én látom. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, természetesen akkor ezek szerint azért mi problémát jelent, hogy esetleg felszámolják a sajtószabadságot, illetve ez nem esetleg, mert úgy gondolom, hogy az teljesen mindegy, hogy a póráz az milyen hossz. Hogy a törvény az azt jelenti, hogy a sajtót pórázra veszik, ezt engedhetik hosszúra és foghatják rövidre is, az már elvileg nem olyan nagyon nagy különbség, bár hogy a korlatban természetesen. A forgatókönyv, ma este forgatókönyve az, hogy először felolvasások lesznek, ezeket a felolvasásokat Fodor Tamás fogja konferálni, utána pedig Mink András kollégám fog egy beszélgetést vezetni, melynek részvevői lesznek Koreli Endre, Majtényi László, Simoné, Éva és Szilágyi Ákos. Köszönöm szépen, hogy szeretném itt ellopni az időt. A szorítóba kérjük szépen Tóth Krisztinát, Kabai Lórántot, Dragomán Györgyöt, Kukorelli Endrét, hagyj itt vannak. Valamit, mert fel vagyunk doborva. Elég sok utas van. Az ágynemű szatyrot feldobom a podgyásztartóra, de a nagy hátizsákot nem tudom felrakni, azt mellettünk marad a földön. Jön a kalauznő. Undorodva, szándékosan megbotlik benne. Aztán elkéri a jegyünket, és felhangon belekezd. Harrowsz vonatra szálltál te? Nem tudod olvasni, szerencsétlen. Neked mindegy, hogy déli vagy északi part, mi? Meg se nézed? Leblokkolok a tegezéstől, és elnézést kérek, mintha súlyos kihágást követtem volna el. A gyerek összeráncolt szemmel figyeli a nőt, és amint tovább lép, odahajol hozzám. Suttogva kérdezi tőlem, hogy miért nem szóltam vissza. Micsoda bunkó. Vállat vonok, legyintek. Nem hagyom elrontani a hangulatot. Később a túloldalról átül hozzánk egy lány, kezében menetrend. Azt tanácsolja, hogy Fehérváron szálljunk át. Mondom neki, hogy a kalauz is ezt mondta, aztán kinézünk egy vonatot, amire csak negyed órát kell majd várni. Olyan, mintha ő próbálná jobbá tenni a kalauznő kiabálását. És tényleg, mielőtt visszaül, még odasúgja. Különben ne is törődjenek vele. Hátradőlök, lecsukom a szemem. Valami zavaró érzésem támad, kinyitom. Ekkor veszem észre a férfit. A túlsó sarokban ül az ajtónál, onnan bámul minket összehúzott szemmel, pislogás nélkül. A lábamat a szemközti ülésen pihentetem, de egy idő után feszengeni kezdek, igazgatom a szoknyát, hát ha felcsúszott. Aztán a mesztelen talpam kezd el bizsergetően zavarni, hirtelen azt is provokálónak érzem. Szerencsére a gyerek eltereli a figyelmemet. Kéri, hogy folytassuk a szóláncot. Hosszan válaszolgatunk egymásnak, egyre jobban belejön. Az a szabály, hogy a játékban már felhasznált szót nem lehet újra bedobni. Többször is próbál átverni, de figyelek. Ha rajta kapom, hangosan nevet. Közben időnként oda pillantok a férfira, aki le nem veszi a szemét rólunk. Munkás külsei 50-es, kopaszodó vasas. Nagy, csontos ökle van, a csuklóján nemzeti színű gumikarkötő. Fehér inget visel és szövetnadrágot, mellette az ülésen egy műből táska. Előredől, egyfolytában vizslat, nehéz elfelejtkezni a
Amikor Fehérvárhoz közeledünk, kiviszem a vagon előterébe a hátizsákot. Leemelem az ágyneműkkel teli szatyrot, meg a gyerek kisebb hátizsákját is, kint mindent egymás mellé állítok. A második forduló után kilép utánam az ajtón, és megáll velem szemben. Talán vécére jött. Megkérdezem a gyereket, hogy nem akar-e pisilni leszállás előtt. A férfi közelebb lép, összeugrik az arca az indulattól, ijesztően halkan szól. Menjél csak vissza. Hirtelen arra gondolok, hogy talán ott felejtettünk valamit, mert különben nem értelmezhető, amit mond. De aztán folytatja. Menjél csak vissza, és pucold le az ülést. A folytott hang egészen váratlanul átcsap, pattogó kiabálása. Pucold le az ülést, amire fölrögtad a mocskos lábadat. Te, hát mit képzelsz? Összekoszolod a magyar vonatot a mocskos lábadat? Te, rohadt zsidó cigánykúr? Menjél vissza, vagy előttek innél? Menjél vissza Irakba, vagy a faszom tudja hova, ahol kiszart az anyád, oda. A gyerekre nézek. Az ajtónál áll és vigyorog, de lehet, hogy csak zavarában vagy ilyettében. Érzem, hogy a férfi a kalauznő ordibálásán bátorodhatott fel, az adta meg neki a jelet. Nyilván kereste, hogy ki be lehet belekötni, aztán a hivatalos személy viselkedése megerősítette benne, hogy alsórendű állampolgárok lehetünk. Ránézek és végzetes hibát követek el. Válaszolok. Nem koszoltuk össze az ülést. Állati hangon kezd üvölteni, közben fenyegetően kilép felé. Ne pofázz vissza, rohadt zsidó cigánykurva, mert lerúglak meg a könyvedet, és te mocsol, és te pinaszájú aljadék ganaj, hát hogy mered? Hát mit képzelsz te magadról? Lebaszlak innét, hogy beledög lesz, hát mit képzelsz? A gyerekre pillanat. Még mindig vigyorog, de minthogyha rádernek volna mosoly az arcára, folyik a könnye. De jó végség. Egy pillantásra jelzem, hogy nyugodj, semmi van. Közben a WC ajtó mellé vetett üres sörös üvegeket nézem, és méregetem a távolságot. Arra gondolok, hogyha a férfi közelebb lép, felkapok egyet, és ütök. Aztán átfut rajtam, hogy vissza kéne menni a kocsiba, de pont elállja az utat. Egyfolytában hörögve ordít. Az utasok közül senki nem jön ki. Se a menetrendes lát, se más. Pedig vannak oda bent férfiak. Egyik se reagál, nem jön segíteni, nem akar belekeveredni. Végül az állomáshoz közeledve csak kilép az előtérbe egy középkorú nő, és megáll a bőröngyében. A férfi még mindig mondja a magáét, a gyereken látom, hogy hozzám akarna bújni, de egyszerűen nem mer elmozdulni a helyéről. Rohadt picsa, ilyenekkel van tele az ország, ki kéne írtani mindent, a kurva anyátokat, a kurva anyátokat. Sok büdös rohadék, zsidó, cigány, tetves nigger, unió, meg mi a faszom. A férfi nyomatékul a padlóra köv. A nő megelégelni látszik a műsort, és odaszól. Most már abba kéne hagyni, jó? Nem minket véd, csak zavarja a komfort érzetét a zaj. Szeretne nyugodtan utazni. Megvette a jegyét. A férfi most felé fordul, és végigméri. Neked meg mi a kurva Isten között van hozzá, mi? Zsidó vagy cigány, bazd meg, vagy mi a fasz között van hozzá, ha? A nő elfordítja a fejét, és szimbolikusan kilép a szituációból. A férfi ismét felén fordul. Mert ha nem mosod le az ülést, én belöklek a vonat alá, és köszönöm. A kurva minden itt? Hát már mindent lehet, mi? És kezdi előről. Begördülünk Székesfehérvárra. A gyerek végre oda tud lépni hozzám. Belefúrja a pólomba a fejét, csupa könny az arca. A nő leszáll, mögötte a férfi is, de még nem mozdul el a perronról, lecövekel az ajtóval szemben. Tanácstalanul körbenézek, hogy lehet-e valakitől segítséget kérni, de a kövér kalauznő csak áll távolabb és ránk sem pillant. Úgy látszik, és a férfi is Fehérvárig jött, most a végsőkig ki akarja élvezni a hatalmi helyzetet. Leadom a gyereknek a kék IKEA táskát, és megfordulok, hogy levegyem a hátizsákot is. A férfi odalép, és villám gyorsan fölrúgja a szatyrót.
Az ágynemük kiborulnak. Egy-két konyharuha beesik a kerekek közé. A gyerek szedegeti össze. Rákiabálok, hogy lépjen távolabb. Leszállok, szívdobogva kapkodom össze a maradékot. Ami beesett, azt ott hagyjuk, mert indul a vonat. Poroszkálunk a peronon, de meg kell állnunk, mert a fiam csuklik, úgy zokog. Figyeljük, hogy a férfi halad az állomás felé, és próbálom mondogatni, hogy nincs semmi baj. Nincs semmi baj. Hogy már elment. Már elment. Hogy nem kell vele foglalkozni, vannak ilyenek. Leülök egy padra. Tűz a nap, várjuk a csatlakozást. Lehetne folytatni a szóláncot, amíg meg nem jön a következő szerelvény. B, mint Balaton. N, mint ne. E, mint egyedül. L, mint lakos. S, mint saját. D, mint takarodj. J, mint jövő. Ő, mint őriz. Z,